a nagy utazás. A következő telihold ismét varázslatot hintett a kis rókára, ő is szívesen meghallgatta a történetét. Bekukuskált az ablakon, majd figyelmét újra a nappaliban folyó beszélgetésre irányította. Ezúttal a kis róka a sarokban lévő sátorban futott össze a szürke maci lánya. Szia, maci! köszöntött rá. Szervusz, rókáska! Ma is pompás napunk van, Örülök nagyon a társaságodnak, már rég találkoztunk. Hát még én, felelte a maci. Itt csak autók vannak körülöttem, és őket nem keltett életre semmi. Elmeséled akkor, hogy kerültél ide? Az hosszú történet lesz, mondta a róka, és elkezdett mesélni. Képzeld el, hogy én narancs, fehér és fekete színű apró golyókból készültem. Nagyon messzi vidéken, Kínában, szorgos kezek és gépek munkája által. A golyók bekerültek egy gépbe, ott felolvasztották őket, és egy nagy présgép formára alakított. Ahogy kész volt az első és hátsó részem, belekerült a pocakomba a hangnoboz és az irányító egységem, összeragasztottak és elküldtek egy csomagoló részlegre. Sok-sok méteren keresztül utaztam egy szalagon, mire a bélet kartonpapírba kerültem. Lecsipantottak, raktapra tettek. – Hú, az igen, és hogy jutottál ide olyan messziről? – Képzeld, egy ideig egy vagonban utaztam, sok száztársammal egyetemben, majd a repülőtéren találtuk magunkat. A teherholdó repülőn átkeltünk a fél kontinensen, mire egy nagy elosztó központba értünk. – Elosztó központ? Az micsoda? kérdezte a macilány. – Az egy nagy csarnok, ahol különféle irányba tartó dobozokat, raklapokat szétválasztják, és onnan küldik tovább, válaszolta a róka. Itt történt is egy baleset, mert a mellettünk lévő raklapot ledöntötte a targoncás fiú. Hú, és mi az a targonca? Az egy jármű, ami nehéz súlyokat tud mozgatni, magasra emelni, arrébb rakni, felelte a róka. És innen ő vitt tovább? Mhm, <laughs> csak egy ideig, mondta a vörös úrfi. Egy kamionba kerültem, ami órákig zötyögtetett. Onnan egy fiú vett aki három másik rokkával eljuttatott Szilvihez, akitől a kisfiú anyukája elhozott. Szilvi iskolába vitte, ott vártam egy napot, amire jöttek értem. No, ott aztán zajos volt minden, jó volt hazaérni végre. De izgalmas utazásban volt részed, nagyon érdekes lehetett. Bizony, két hónapon át készültem az, és utaztam, mire találkozhattunk felelte a kis róka. És te merre születtél? kérdezte a lányt. Angliában készítettek, nagy-nagy varrógépeken varták a bundámat, tömték ki a pocakomat és a végtagjaimat. Megvarták a menénykémet, gombszemet ragasztottak, öltéseket és foltokat tettek rám. Aztán ugyanúgy dobozba tettek, amiből kiláttam, és abban az épületben ki is tettek a kirokadba. Egy kis lányhoz kerültem később, de ő túl keménynek talált. Így bekerültem egy jótékonysági üzletbe. No, de innentől már ismered a történetet. Én is utaztam, de csak Angliából Magyarországra egy jópofa kis hulgomban. Ez minden, amiben nem történt. Látod, te is milyen messzire kerültél, mondta a róka. Lassan hajnalodik, lehet nem ártana visszamennünk a helyünkre, javasolta a medvenány. Remélem összefutunk még, mondta mosolyogva a róka. Eztán a rovazdi visszaosont a szobába, és hallgatta beni X a következő alkalomig.